Hosszú évek óta hagyomány az Éjszaka a Földi Környezetvédelmi Nonprofit Kft-nél, hogy Nyíregyháza önkormányzatával együttműködve karácsonyfagyűjtő akciót szervez. A legtöbb családban hagyományosan vízkeresztkor, vagyis január 6-án leszedik a díszeket a karácsonyfáról, a lecsupaszított, vágott élőfenyőktől pedig megszabadulnak. Ezt Nyíregyházán háromféleképpen tehetik meg. Családi házasövezetekben a hulladékgyűjtő edény mellé járatnapon ki kell helyezni, és a társaságunk be fogja gyűjteni. Lakótelepi övezetekben az arra kijelölt helyeken, már tapasztalatból kijelölt helyeken, az évek során általában tudják már a lakók, hogy hová gyűjtjük a karácsonyfát, és onnan szintén szervezetten kerül beszállításra. Örökös földön például a kukák mellé tehetik le a település részlakói a fenyőfákat. Tavasszal ide a lomtalanításra szánt tárgyakat szokták kitenni, januárban pedig a már nem kellő fenyőfákat. A gyűjtőakció keretein belül azonban lehetőség van arra is, hogy a lakók egyenesen a hulladékudvarba vigyék a kidobásra ítélt fákat. Ez esetben minden beszállított fenyőért sorsjegy jár. Az akció hétfőn kezdődött, ekkor annyian éltek a lehetőséggel, hogy két konténer teljesen megtelt. Ebbe például 130 fát préseltek bele. Tesszük ezt azért is, hogy a rendezetlen gyűjtés a városi közterületre rendezetlenül kihelyezett karácsonyfák ne rombolják a városképet, a város tisztasági összképét, hanem mégis szervezett formában kerüljön begyűjtésre, valamint ezek a fák a begyűjtés után aprításra és termikus hasznosításra kerülnek. A karácsonyfagyűjtő akció január 19-éig tart, ekkor sorsolják ki a nyereményeket. Az akcióhoz csatlakozott a Nyírvévé Nonprofit Kft. Is, akik a legtöbb fát beszállító lakos fogják megjutalmazni.